Elég volt mából az évből, nem? Elfogytunk. Hogy ez most miért kellett? Ez nem egy pár. Falu nem, egy városban meg úgy se nézik. Rengeteg a dolgunk, aminek valószínűleg a felét sem fogjuk megcsinálni, de elkezdjük. Közeleg Emil szülinapja, és közeleg a szülinapi bulia. Az első szülinap az Ovis társaival. Nagyon vártam, hogy ez az időszak beköszöntsön. Annyira nekem való. Most lesz ugye 5 éves, és azt hiszem, hogy azzal, hogy fiú, már így is elég sok időt nyertem a lányokhoz képest. És Emil is idén hivatalos volt, már 2 szülinapra, és most pedig az övé jön. Nyilván az első gondolatom az volt, hogy hát én ezt egy játszóházba kiszervezem, nem mintha azokat ne utálnám tiszta szívből. Én egy játszóházba semmi más nem látok, csak bacillusokat mindenhol. Annyira undorító az egész. Na mindegy, Emilnek egy csoporttársának az anyukája tájékoztatott róla, hogy hát az egy ilyen 70.000 forint körülbelül, egy ilyen kisebb bulika. Aztán persze lehet, hogy vannak olcsóbb helyek, meg biztos számít, hogy hány gyerek, de hogy voltunk egy olyan buliban, ahol az egész csoport ott volt, most azt meg úgy nem akartam volna, hogy pár héttel azután, meg mondjuk az Emilnek is itt van, vagy ilyen helyen van, de csak páran vannak. És az egészet azért mesélem el többek között, mert hogy felmerült, sokszor gondolkodom ezen, és felmerült bennem, hogy csinálják esetleg ilyesmi videót, és ti is írtátok, hogy szeretnétek, hogy így a fenntarthatóság és a gyereknevelés, ez mégis hogy fér össze egymással, nálunk most mi a helyzet, hogy állunk ezzel? Gondoltam, hogy akár így a szülinapja kapcsán is ezt így bemutatom, hogy nálunk ez most hogy van. De vissza a szülinaphoz, szóval összeállt az, hogy szülinapot tartani már pedig kell. Juhú! Tudom, szaranya vagyok, tudom, pontosan tudom. Minden nap. Nagyon sokszor megfogalmazódik ez bennem. Ugye útnak indulunk, jó? Van a Fáni barátnőm, aki ugye a mesekönyvek illusztrátora is, de jól lenne kinyitni ezt az ajtót. És aki a világ egyik legkreatívabb embere, azt gondolom. Nyilván most erre lehet mondani, hogy hát én is kreatív vagyok, kreatív munkát végzek. Szóval ez így is van, de hogy én máshogy vagyok kreatív. Például amikor a babysitterünk van itt, konkrétan leszoktam fotózni, amiket ő összerak legóból, duplóból, bármiből, hogy inspirációt adjon, így iszonyatosan szar így a hajam. Az van, hogy elég zsíros, és arra gondoltam, hogy ez milyen tök jó lesz, mert így nem fog zavarni, de lehet, hogy nagyon-nagyon hülyén nézek ki. Tehát, szülina, Isten, össze-vissza csapongok, semmi értelme nem lesz megint az egésznek, annyira jó. Hol van az alja ennek a cuccnak, hogy le tudjam tenni normálisan? Hol? Itt. Tessék. Szedjük ilyen mosogatót is együtt? Jó, szedjük, persze, szedjük. Nem kell ilyen elbajlódnunk, mert lejárt a mosás. Nem elég, hogy szülinap kell valami téma is, ugye akárkinek mondtam, hogy lesz szülinap, az első kérdés, hogy tényleg? És mi lesz a téma? Nyilván a gyerek érdeklődésének megfelelő. Jó, értem! Lejártál, értem! Tehát, hogy egy mondatot nem lehet befejezni még akkor sem, amikor egyedül vagyok ebben a lakásban. Nyilván a gyerek érdeklődésének megfelelő témát szeretnél, de ezek az érdeklődési körök egyre inkább olyan irányokban mennek el, amit majd nem szeretnék erősíteni rögtön, a Ninja Go, a Star Wars, a szuperhősök, és van ezer ilyen dolgunk, de nem tudom, hogy a többi szülő hogy áll ehhez. A gyerekem életébe kb. Egy perc Ninja Go-t nem nézett, de most az megy az oviban, úgyhogy imádja, szereti, tudja a neveket, nem tudom. Az új, az most a Walmart-tól az Úristen, amit énekel a gyerek. Csak mégis úgy van az ember, hogy 5 éves szülinapra nem fogok szuperhősös szülinapot csinálni, aztán nehogy az legyen, hogy úgy megy haza, hogy akkor ő is bekattam, mondjuk egy másik gyerek, hogy akkor ő is erre rákattan, és az ő szülei is sem akarnák ezt nagyon erősíteni. Nyilván az agresszió részét sem szeretné az ember annyira. Voltunk egy szuper dinós buliban, úgyhogy kilőve, illetve nem, attól még egyáltalán nem kéne, hogy ez kilőve legyen, de akkor nem akartam dinósat. Az érdekli még, motorokat szereti nagyon, illetve a világűr dolgokat, bolygókat, ilyesmi, úgyhogy megvan a téma. Világűr. Fánival egyeztetve. Ja igen, mert hogy azt sem fejeztem be, tehát egy anyuka adta a fülest, ugye, erről a játszóházról, hogy mennyire brutál drága, de ugye azt is mondta, hogy ezt úgy oldotta meg. Ugye a másik buli, amiben voltunk a házi buli, 12 gyerek volt, azt hiszem, hogy az ünnepelt el együtt, és ők egyébként meg tudták oldani azt is, hogy a kisebb tesó ne legyen ott aznap, szóval vele ne kelljen foglalkozni, mi ezt ugye nem tudjuk megoldani sajnos, úgyhogy azt is bele kell számolnunk, hogy ez itt lesz egy 2 éves is. Szerintem el fogja vinni egyébként őt a buli, és hát nem 2 éves, egyáltalán 2 éves, de majdnem sokára. Ja, mert hogy spoiler alert, na! Istenem, hogy össze-vissza beszélek állam. Tehát,
Ez az anyuka azt mondta, hogy ő azt lőtte be a kislányának, hogy 5 gyereket hívhat. És úgy voltam vele, hogy ezt tuti, hogy nem hiszem át Emilent. Tuti. És képzeljétek el, hogy annyira jó fej volt a gyerek, vagy annyira jól szabom meg a határokat, értitek? Vagy ezt így kimondtam, hogy figyú, legyen ez szülinapot, szeretnéd-e, és ha igen, akkor 5 csoporttársadat hívhatjuk meg, kik jöjjenek azok, és egy pillanatig nem kérdőjelezte meg a gyerek. Pedig többeket mondott, és mondtam, hogy jó, de várjál, már több, mint 5, és akkor szelektált, ezért nyilván tök jó lenne több gyereket hívni, de hogy most az első nekem. Összéget szönnálik lesz. Mert hogy hát mi leszünk itt a hopmesterek, a Dáviddal ketten. A mi felelősségünk lesz ugye a gyerekeknek a jóléte, egészsége, biztonsága, szóval én úgy gondolom, hogy ez az 5 plusz 2 gyerek, ez így bőven elég. A tükörben tök jól nézek ki. Ide nézek, és mint egy rágott veréb. Akit elkapott egy macska, akit elkapott egy kutya, úgyhogy kiköpte a verebet, mindegy. Megint elvisszük ezt a jó kis kosarat így együtt. Hát képzeljétek el, hogy annyira jó fej a gyerekem. Akkor kitaláltam ezt a világűrös témát, illetve a Fánival közösen találtuk ki. És ez megint itt túl magas lett. Figyeljétek, engem nem érdekel, tehát itt vagy ez van, vagy semmi. Döntsön mindenki belátása szerint. Ja, hát és ennél tökéletesebb pillanat nem lehetne arra, hogy elmondjam, hogy iratkozzatok már fel a csatornára. Ezt mindenki olyan szépen ügyesen elmondja mindig, és én annyira utálom ezt az egészet mondogatni, de közben tökre érzékelem így az analitikából, meg mindenhonnan, hogy sokkal többen nézitek olyanok a videóimat, akik nem vagytok feliratkozva, úgyhogy léci, iratkozzatok fel. Tehát, jön a szülinap, és jönnek a szülinapi bulik. Jöjjtök, lejjebb rakom meg én. Miért nem vittem el az előbb a szekrénybe, amikor arra mentem? Miért? Hú, gyerekek, semmi nem lesz ebből a videóból, meg ebből a napból, már megint. Tehát szedjétek már össze magatokat, ezt így nem lehet. De mindjárt jövök. A lóvész életmódot, az egész gyereknevelés és a szülinap is igencsak keresztbe húzza, hogy így mondjam, nyilván egy csomó mindent lehet tenni így is. Nagyon nehéz szerintem lavírozni a között, és nyilván korral egyre-egyre nehezebb, hogy az ember mindent megadjon a gyerekének, akár tárgyi dolgokban, nyilván tárgyi dolgokban nem kell mindent megadni a gyereknek, de hogy értitek, amikor ilyen konkrét vágyai vannak, hogy mit szeretne, és egyre nehezebb az ő ízlését, igényeit irányítani, mert egyre kevésbé számít neki, hogy milyen iránymutatást ad a szülő, és egyre többet, hogy milyen iránymutatást adnak a társai. Ez ennél ugye mi még itt csak a belépő szinten vagyunk. Ugye tizenévesen, kamaszkorban ez egyre-egyre mindennel kapcsolatban egyre-egyre inkább billen el a kortársai felé. Ami egyáltalán nem félelmetes, és tök magabiztos vagyok a dologgal kapcsolatban. Mert addigra olyan stabil alapokat adunk meg a gyerekünknek, hogy minket ezek a problémák ugye nem fog. Én se hiszem el. Azt se hiszem el, amit kérdezek ezzel kapcsolatban. Ugye a helyzet nem jó, de nem is rettenetes. Ahogy ezt már magabiztosan megtanulhattuk a Csernobil sorozatból, ott is jó vége lett. Nem tudom, írjátok meg, hogy nektek mi ezzel a tapasztalatotok, hogyha esetleg nagyobb gyerekek szüleiként nézitek ezt, vagy ismertek olyat, ahol van erre pozitív példa, én egyet tudok, ahol tényleg az a fiúknál, vagy amúgy tök menő, nekik legalábbis az egyiküknek kifejezetten a használt vásárlás, a humana, meg ugye egyáltalán az, hogy valamit ilyen tök jó áron fog ki, de nem úgy, mint amikor a fast fashion boltokban akció van, és akkor úgy érzed, hogy kiraboltad őket. Hú, de jó dealt csinált, hanem kifejezetten például a használt dolgok vásárlása az, ami mondjuk lázba hozza. Nagyon szeretném erre felé terelni emiatt is. Tényleg tudom, hogy rengeteget számít a példamutatás, de hogy szerintem ez is nagyon sokféleképpen sülhet el, mert lehet az, hogy például kifejezetten azért akar majd egy gyerek egy ponton vadi új cuccokat és a legjobbakat, és a legcsillogósabbakat, és nem tudom miket vásárolni magának, mert mondjuk mindig csak használt cuccai voltak, és ez neki rossz érzés volt. Ugye ugyanígy vagyok én a vegánság, a növényétrenddel is, ezt is írjátok meg, hogyha érdekelt titeket esetleg. Erről is tudok egy update-et mondani, hogy ez hogy áll nálunk most a gyerekeknél, mert hogy én ezzel kapcsolatban is azt gondolom, hogy tök fontos a példamutatás is tök fontos az, hogy a saját értékrendünk szerint terelgessük a gyereket, de hogy ebben is van nyilván ezerféle iskola, hosszú távon mi a kifizetődőbb. Azt érzem és tudom, hogy folyamatosan egyre-egyre rugalmasabbnak kell lennem abban, hogy mit engedek, mit nem engedek meg a gyereknek. Tényleg nagyon-nagyon érzem a hatását a
közösségnek, nálunk például az Emilnek a kattanása, a rágó. Ez most az új, hogy ő nagyon szeretne rágózni, nyilván mert ezt látja, hogy egy csomó gyerek rögtön az óviból kilépve kapja a rágót az anyukájától, nyilván ez mindenféle rágcsákkal és egyebekkel is ugyanígy van. Na, de maradjunk most az alaptémánknál, mert tényleg iszonyatos, hogy mennyire csapongok. Tehát bolygós szülinap lesz mi nálunk, remélhetőleg most szombaton, vagy ilyen űrös szülinap. Ugye szülinap, akkor az lufi, papírtányér, papírpohár. Eldobhatós az eldobhatós az, ezen is csak sokat gondolkodom, mert rendeltem pohárjelölőket, és majd megmutatom azokat is, illetve én is most fogom megnézni. Eszter, ezt majd vágásnál ne használd, mert boxert teregettél éppen kamerába, jó? Bugyikat, boxereket nem utogassunk kamerába, köszi. Jó, nem vagyok hülye. Kész vagyok a bugyikkal. Mehet tovább, Eszter. Várjál, itt van még egy boxer. Pillanat. Akár meddig tudok várni. Oké, most már tényleg mehet. Köszi. Zokni párosítás. Szóval én például 6 gyerekre nem feltétlenül gondolom. Papírtányért biztos, hogy nem fogok venni. Papírpoharat egyedül azért gondolkodom, hogy vegyek-e már, hogy nem is azért, mert eltörik, hanem azért, mert arra ugye az ovis jelüket rá tudom rakni, mert hiába vettem pohárjelölőket, nem vagyok benne biztos, hogy meg fogják tudni jegyezni. De kétfélét is rendeltem, és az egyik kicsit eltérőbb dizájnú, a másik az ilyen űrlényes. Na és akkor ugye ott van a lufi kérdése, és nem csak a buli kapcsán, sőt, nem is elsősorban, lehet, hogy nem most a bulira fogja megkapni, de hogy az Emil iszonyatosan szeretne héliumos lufit, meg amúgy is imádják a lufikat. A nyári szünetben is nagyon megmentett minket az, hogy néha felfújtam egy-egy lufit, és azzal rengeteget játszotta. Én gyűlölöm, tiszta szívből gyűlölöm a lufikat gyerekkorom óta. Utáltam, hogy a buliban durrantgatták a fiúk, megijedtem tőle, utálom azt a nyekergős hangját, utálom felfújni, utálom bekötni, az egészet gyűlölöm. Tehát nem csak fenntartatósági okokból, nyilván most már elsősorban ez a problémám vele, de hogy egyszerűen azt meg kell érteni, hogy egy gyereknek a lufi az tök nagy dolog, tök jó dolog, és akkor nyilván ebben is az ember próbálja azt a határt megszabni, hogy akkor, és tényleg rengetegszer elmondja az Emil ezt a lufi dolgot. Tehát ez nem egy ilyen egyszeri kattanás nála, hanem hogy majd ugye kap a szülinapjára héliumos lufi. Úgyhogy muszáj lesz vennem neki, szeretném neki megadni azt, hogy legyen egy darab héliumos lufia. Úgy van a fele más zokni, másik fele más fele. De hogy például olyat nem csinálok, hogy mondjuk felfújok, nem tudom, 30 darab lufit, és akkor azzal van tele az egész lakás, hanem akkor tényleg szeretném egy, vagy hát valószínűleg 2 lufiban korlátozni ezt, hiszen nyilván az Emil is, vagy a Vili is iszonyatosan rajta lesz ezen, és azt se szeretném, tudom, hogy nem az ő szülinapja, de azt se szeretném, hogy neki ne legyen. Jó is, hogy mondom, mert ebbe így eddig nem gondoltam bele. Az emberek úgy képzelik el, sokszor azt érzem, hogy akinek vannak törekvései azzal kapcsolatban, hogy ne pusztíts el az egész földbolygót holnapra, csak holnap utánra, mert ugye körülbelül ezek a kilátások, és hogy az embereknek az van, hogy akkor hát látom, kocsiba ülsz, meg hát látom, azért nálatok is, nem tudom, ez meg az van, és hogy igen. Nekem ezzel kapcsolatban sem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy az autó az egy olyan default-e, amit azt és csak azt használunk, vagy pedig variáljuk. Dávid is, én is a városba elektromos rollerrel járunk. Ha már nagyon hideg van, vagy valami nagyon olyan helyre kell menni, akkor tömeggel. Miért van itt ilyen szag? Most mentem egy barátnőmhöz Kecskemétre hétvégén, és 1 óra 20 perc alatt lent van a Nyugatiból a vonat. Nyilván a késésekkel számolni kell, tudjuk, szar az egész MÁV egy szar, de mondjuk lefelé semmi késés nem volt, csodálatosan odaértem, minden gond nélkül, hazafelé volt azért egy 25 perc csúszás, de hogy nem siettem úgy, hogy most az élethalál kérdés lett volna, egy táskányi cuccom volt, amit simán a vállamra dobtam, nem ültem ezért autóba. Na jó, várjátok, összeszedem a cuccokat, és mindjárt folytatom, mert így nem megy. Na de mielőtt ráfordulnánk a szülinapi buli kellékeire, szeretném veletek együtt unboxingolni ezt a Mixit csomagot,
amit kaptam, ők szponzorálják a mai videót, és szerintem tökéletesen beleillik a témába, a fenntarthatóság, nem fenntarthatóság. Szóval, hogy nálunk az így nincs, hogy nem tudom, Mars, meg Twix, meg ezek a dolgok. Én is imádtam gyerekkoromban, és most próbálok úgy lavírozni azzal kapcsolatban is, mint mindennel, hogy így fokozatosan, tehát ameddig lehetett, addig nálunk mondjuk a csoki, a fekete csoki volt, és akkor egy kocka fekete csoki, vagy ami nálunk először bejött, és nem zero waste, tehát nem a házilag általam készített energiagolyó, meg granola, meg ezek, azánk a gyümölcsszelet volt, iszonyatosan imádta az Emil. Fokozatosan egyre durvább édességeket szeretne megkóstolni, kipróbálni. A közösség az ilyenkor is, mit lát délután, mit lát ovi után, miket szeretne. És Willivel is ugyanezt az utat próbálom bejárni, annak ellenére, hogy már van egy 3 évvel idősebb bátyja. Nyilván nehezebb, sokkal több itthon a rákcsa, az édesség, a zacskós, aszalt gyümölcsök. Nyilván, hogyha úgy van, akkor a piacon is veszek, de hogy nagyon sok ilyen van már nálunk itthon, és egyáltalán nem zero waste, nem is low waste, meg semmi. És a másik, amivel kapcsolatban nehezen találom meg a balanszt, vagy szeretném, próbálom megtalálni a balanszt, az például ez az adventi kalendárium. Mert nekem ez a kalendárium így felnőtt fejjel, ez a mérhetetlen mennyiségű csoki, cukor, vagy minden nap egy ilyen apró, semmire nem jó hülye ajándék, vagy ugye egy csomó meló, amit az ember beletesz, hogy kézzel készített, pici ez, pici az. Nagyon sok jó megoldás van erre. Én erre alkalmatlan vagyok, tehát én nem tudom. Meg az én gyerekem azt nem élvezik, hogyha egy puzzle-nak egy-egy darabját beteszem minden nap egy kis szütyőbe, és a végére összeáll egy puzzle, pont lesz szarja. És tök jó, ha valakinél működik, tehát úristen, bárcsak nálunk is működne, de nem működik. De hogy gyerekfejjel emlékszem, nekem mindig ez a tudjátok, ez a csokis, kinyitós, ablakos, egy pici csoki egy napra. Én nagyon szabálykövető ember voltam, én nem egybe zabáltam be, mint sokan, hanem egy nap egyet. De hogy emlékszem, hogy nagyon-nagyon irigykedtem arra, akinél az volt, hogy minden nap egy pici ajándék, szütyő, ilyen szép adventi, így lóg, úgy lóg. És tavaly így volt neki olyan kalendáriuma, amiben minden nap egy fürdőbomba volt, amit akkor nagyon imádott, és totálisan rajta volt. Na és a Mixit pont ezen gondolatok tengerében keresett meg engem, akik egészséges, egy csomó vegán, de nem csak kizárólag vegán terméket forgalmaznak. Zacskóban vannak a cuccok várhatóan. Nem egy ilyen kifejezetten környezetbarát dolog, viszont sokkal-sokkal egészségesebb. Hol kell ezt kibontani? Nagyon kíváncsi vagyok erre a kalendáriumra. Most nyilván kinyitogatni nem fogjuk, de tudom, hogy egy csomó egészséges édesség van benne, ilyen liofilizált, azt hiszem így mondják. Tudjátok, az, ami nem aszalt, hanem ilyen szárított, és ilyen ropogósra száradt gyümölcs. Emil szerencsére ezeket nagyon szereti, Vili amúgy annyira nem. Úgyhogy nálam nehéz dolgom lesz szerintem egy ponton. Na ez, igen, ez. Ez a liofilizált, fagyasztva szárított gyümölcs. Azt jelenti, tudjátok, olyan, mint egy gyümölcs chips. Úristen, de szeretem. Nincs benne semmi más, semmi adalékanyag, semmi cukor, semmi extra. Az Emil egy ideje lejött a granoláról, kicsit túltoltuk. És ezekkel a gabonapelyheket, nem ismeri a gabonapelyhet, mert az oviban volt egy időben, reggelire néha, és pont most emlegette. De hogy egyszerűen nem akarok ilyen bolti ízéket venni neki. És a Mixitnél láttam, hogy van ilyen, lesz természetesen kuponkód, Eszter10 kóddal 10% kedvezmény 2 hétig, az akciós termékekre is. A leírásban majd pontosan leírom, hogy meddig jó. De hogy gabonapelyhet is forgalmaznak. Ó, de jó. Búzaliszt, sűrített datojalé, rizsliszt, kukoricaliszt, kakaópor, természetes vanília aroma, ellenőrzött biotermesztésből származó összetevők. Ennyi. Mi van még? Azt hiszem ez egy ajándékcsomag. Igen. Lehet venni náluk ilyen ajándékcsomagokat is. Ebben mindenféle liofilizált gyümölcs van. Úristen, ez egy olyan ajándék, hogy én ilyet kapnék valakitől, konkrétan zokognék örömömben. És ez tényleg olyan, amit jó szívvel adok a gyerekeknek is, rákcsának, ropog, poén, izé, de hogy közben meg tök egészséges. Na és akkor itt a kalendárium. Várjátok! Júj! Szóval ezek nem csak a nasik, hanem nézzétek, össze lehet rakni egy vonatot. Ez nagyon menő lesz, ne viccelj már velem! És akkor a vonatba bele lehet rakni ezeket a kis ablak darabokat.
Várjátok, megpróbálom kinyitva megmutatni. És az egyes ilyen ablakokat ki lehet venni, és akkor bele lehet rakni a vonatba, és az így, ezt így el lehet húzni. Ezekre a dobozokra mindenképpen kitalálunk majd valami felhasználási formát, mert ezek nagyon jók, meg nagyon jól néznek ki. Vagy akár el lehet tenni egy következő évre is, hogyha az ember úgy van vele, hogy esetleg mégis valami DIY cuccra adná a fejét. És amiért még ez az adventi kalendárium nekem nagyon tetszett, az az, hogy ezen meg tudnak osztozni a fiúk. Vannak a mixitnek ilyen csokival bevont, ilyen liofilizált gyümölcsés, és ilyen cuccok lesznek benne. Nekem így a saját épp elmém megőrzése és a gyerekem boldogsága az valahol itt találkozik, egy ilyen csomagnál, most ebben az évben. Aztán meglátjuk jövőre, mi lesz. Szintén egyáltalán nem zero waste, viszont szerintem nagyon jó egészségügyi szempontból egy nagyon jó opció, meg hát, hogy vegán, gumicukor, és se cukor, se semmi nincsen benne, mondom, mi van benne. Gyümölcslevek és pürék 96,5%-ban, zselésítő anyag, ami pektin, citromlé, fekete sárgarépalé, természetes aroma, citrusrost. Ennyi van benne egy gumicukorban, ami szerintem rohadt nagy szó. Sokkal jobb nem enni. De amikor a gyereknek van egy ilyen kattanása, és nálunk ezek abszolút jönnek elő. Gumicukrot szeretnék, rágót szeretnék, ilyen rákcsát, olyan üdítőt, akkor így hogy lavírozik az ember? És akkor van még egy ilyen, ez pedig egy ilyen ropogós dolog. Ez is liofilizált gyümölcsdarabokból van, kókusztej van még benne, mindenféle cseresznyepor, mangópüré, sárgarépapüré, spirulinapor, ilyesmi. És akkor ez egy ilyen ropogós rákcsa, viszont gyümölcsből, meg mindenféle értelmezhető dolgokból. Ilyenekből áll össze ez a kalendárium, akár reggeli dolgok is, tehát ilyen kis műzli is van benne, kis granola is van benne, kása alap is van benne. Tehát, hogy ezeket így be lehet illeszteni egy nap úgy az étrendbe, hogy nem az van, hogy így megint cukor, 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 sugárrás, megőrül a gyerek, nem tudom. Illetve granolákat is tudtok összerakni, hogyha nincs időtök otthon, meg kedvetek ilyennel foglalkozni. Akkor össze tudtok válogatni, annyi, hogy abban van méz, tehát az így nem vegán, de nyilván egy csomóan nem vegánok néztek, meg amúgy a vegánok között is, vagy a növényi étrenden lévő között is egy csomóan esznek mézet. És ebből az adventi kalendáriumból háromféle is van, mert van belőle a sima, van gluténmentes és van vegán, szóval szerintem ez tök jó, mindenki megtalálhatja. Nyilván a vegán az ugye tejmentes is, tehát hogy az a tejérzékenyeknek laktóz, vagy tejfehérje érzékenyeknek is tök jó. És akkor most nézzük meg, hogy hogyan készülök fenntarthatóan, vagy hát ugye nem fenntarthatóan Emil szülinapi bulijára. Szóval arra gondoltam, hogy megmutatom, hogy mik azok, amiket újonnan vettem, vagy veszünk az Emilnek a szülinapi bulijába. És mik azok, amiket pedig használtam. Mert hogy nekem ebben is ez van, hogy így, igen, fogunk venni egy csomó mindent újonnan, igen, fogjuk szennyezni a környezetet egy csomó mindennel, de ugyanúgy, mint az autónál, azt gondolom, hogy az első gondolatunk ne az legyen, hogy hol tudjuk megvenni újonnan, hanem hogy megnézni mondjuk Vinted-en, Marketplace-en ilyesmi. Amit amúgy is szerettünk volna neki venni, vagy szerettem volna, és nem volt sehol, használtam egy ilyen Galaxy projektort, ami a plafonra kilövi a világűrnek bizonyos részeit, képeit lehet váltogatni, és akkor ezt már megkapja előre, és akkor az a tervem, hogy van az a csemete mászókánk, meg van az az alagút, amit itt turkáltam az utcán, amikor lomtalanítás volt, meg annak a mászókának van csúszdája. Arra gondoltam, hogy majd innen a nappaliból be tudnak mászókázni, mászni a gyerekszobába, ahol majd sötét lesz, és világít ez a Galaxy projektor. Akartam, hogy mindenkinél legyen zseblámpa, és nem tudtam, hogy mindenkinek van-e, meg először körbeírtam, hogy akinek van esetleg, az hozzon, és akkor volt is, aki mondta, hogy neki nincs. És akkor az is van egyébként ilyen filléres tétel, sajnos, csomót lehet venni, csomó helyen. De nem akartam ezt megint, tehát ezeket a dolgokat én annyira környezetszennyezőnek tartom. Miközben egyébként odaadnánk nekik ajándékba, szóval, hogy így győzködtem magam, hogy de azért jó ez, meg nem egyszeri használatra. Aztán inkább úgy voltam vele, hogy nem olyan ciki írni nekik, írni a szülőknek, hogy hozzanak, ha van, aztán ha valakinek nincs, akkor azt mondja, megoldjuk, meg annyit összeszedünk. Tök jó, mert nagyon könnyű úgy fenntarthatónak lenni, hogyha az ember apukája összevásárol mindenféle fölösleges repi
szar. Tudjátok, ezek a céges toll, céges izé. Na, úgyhogy ő betározott annó ilyen kis zseblámpákból. Az eszembe jutott, úgyhogy tőle fogunk kapni ilyeneket, úgyhogy hát így nagyon könnyű lóvésznek lenni, mindegy. Elkezdtem magyarázni, hogy milyen játékok lesznek, és miket fogunk csinálni, de arra gondoltam, hogy ezt most mégsem mondom el, hanem hogyha majd érdekeltiteket, akkor ha tényleg lement a szülinap, és tényleg sikeres volt, akkor annak fényében, hogy mi működött, és mi nem működött, mert akkor fogom ezeket a részleteiben elmondani nektek, jó? Mert most így előre tök fölösleges, mert aztán kiderül, hogy a fele nem érdekli őket, nem tetszett nekik, vagy nem tudom. Akkor az úgy béna. Hogy megnézzük együtt, amiket rendeltem. Rendeltem tetoválást Vintidről, úgyhogy tetoválni azt mindenképpen szeretnék, azt szerintem mindig poén, és tökre örülök, hogy ezt nyilván ilyenkor felmerül az emberben, mert már Vintiden se lehet biztosra tudni, hogy most ez valaki, aki tulajdonképpen ugyanúgy betáraz, és új dolgokat itt árul, vagy tényleg nekik ez megmaradt, és nem kell, szóval hát igen, ez se 100%, de minden esetre örülök, hogy én megcselekedtem, amit megkövetelte haza, ennyit tudok tenni az ügy érdekében. Mutassak úgy, hogy egy új, egy használt, egy új, egy használt. Vettem ilyet a Pepco-ban, nem bírtam megállni. Emberek vagyunk, hibázunk. Ez tényleg tök fontos, tehát, hogy ugyanúgy hat rám minden. Hatnak rám a reklámok, hatnak rám, amit a boltban látok, stb. De arra gondoltam, hogy ma mégse lufi, és mégis kicsit ilyen bolygós hatású, plusz ezt hosszú távon is tökre használnám a gyerekszobában. Szóval vettem egy ilyet, újonnan kell bele két elem is. Bocsánat, csak a Dáviddal is éppen az operatív torta és egyéb dolgokat próbáljuk. Ez is, hogy egy gyereknek nem tudom hány tortája van egy szülinapon. Ez is nekem, és ez nyilván anyagilag is brutál megterhelő, meg egyáltalán ugye nem lehet, óviban nem lehet vinni otthon készített tortát. Heti háromszor tortáznak, mert sokan vannak, mindenki összeszületett, agyrém az egész. Van egy szülinap az óvis társakkal, van egy az óviban, és akkor esetleg van még egy családos, és akkor nekünk még nincs nagy család, mert nincs az, hogy még elmegyünk ezekhez a nagyszülőkhoz, azokhoz, vagy még hétvégén egy nagy buli, de nekünk is például jönnek majd át barátaink, kvázi az Emil szülinapját ünnepelni. Mi? Hánytól? 4, 5, 10? Mennyi torta ez? Vicc. Na folytassuk ezzel a Vintides csomaggal, akkor világűr tematikában. Ja, hogy ezek ilyen nagyok. Akkor ez nem pohárjelölő lesz. Ezt is megrendeltem azzal, mi van? Jaj, de jó! Tapadó, korongos űrlények. Ezeket gondoltam először pohárjelölőnek, és aztán rendeltem egy másikat is szerencsére. Bár lehet, hogy végül a papírpohár mellett döntök. Nem fogják tudni megkülönböztetni, szerintem. Hát ez nagyon menő! Űrlények. És akkor arra gondoltam, hogy ezeket is így meg lehetne találni. Akkor ennek a párját megmutatom. Mert amikor a nyugatiba értem vasárnap, akkor ott még volt egy kis idő, mert valahova mennem kellett. Semmi értem, és nem tudom miért vettem meg, és nem bírtam ott hagyni. És annyira büszke voltam, lehettem volna magamra ezek miatt, hogy Vintiden találtam meg, és erre természetesen pont voltak ilyen űr tematikájú cuccok a Tigerben. Hát, viszonyat. Ilyeneket vettem, ilyen kis, azt ilyen gusztustalan gumiból készült asztronauták. Nyilván pár száz forint volt, a hülyének is megéri, és meg hogy ezeket gondoltam, és tényleg ezeket így odaadhatnánk, adhatnánk nekik. Iszonyatos, egybe van ragadva, érted, az egész úgy kell szétszedni. Persze slime-ot is nagyon szeretne a gyerek, nem tudom azt sem, hogy honnan jött neki, de tedd. És akkor megveszem ezt, és halálbüszke vagyok magamra, és talán mégiscsak megveszem egy műanyag dobozba az összeragadt, gusztustalan asztronautákat, mert kell a bulira, hogy poén legyen. Komolyan mondom, én se vagyok jobb a Deákné vásznánál, gyerekek. Akkor legyen most valami jó is megint, amit szintén Vintidről rendeltem. Igen, vannak még ezek a pohárjelölők, csak nem tudom, hogy ezt feladták-e már. Ezt rendeltem még. Ez még úton van, illetve még egy dolog, ami még úton van, amit szintén tökre örülök, hogy itt rendeltem meg, ez ilyen handmade a csaj. Tehát, hogy nem használt, de hogy ezeket ő csinálta, ezeket a matricákat, és hogy nem ilyen tucat ízét vettem, természetesen ez is lett volna a Tigerben is. És elvileg ennek is meg kellene érkeznie a héten, meg a pohárjelölőnek is. Na, de akkor még megmutatok olyat, amit a Tigerben vettem.
ez itt ilyen kis zászlócska, mert hát ugye megint, hogy a lufitlanság és a hangulat, és nem tudom, viszont ez is, ez ilyen anyag, és olyan, amit amúgy is a falra kitennék a fiúknál, mert ugye most még pimpelgettem. Kis filc zászlócskák, tehát mégsem eldobós, nem papír. Arra is gondoltam, hogy itthon gyártani, de én ezeket nem bírom. Én ezeket nem tudok ilyeneket csinálni, ne arra úgyatok. Nem. Vettem ugyanebből karácsonyos méziset is, ami szintén ilyen, szintén gáz. Mondom még, mutatom még tovább. Ja, is vettem még ajándékba egy ilyet az Emilnek, mert nagyon szereti ezeket, ezt tökre ajánlom egyébként nektek is, biztos sokan ismeritek, ilyen régészkedős cucc, de hogy ez is ilyen világűrös verzió. Ebből nem az a klasszik dínós. Ezeket vettem még. Várjál, most kinyitok még egy használt. Na képzeljétek el, hogy vettem kihasználatlanság miatt eladó egy zacskó üveggolyót, ami szerintem szintén tök jó lesz játékhoz is, meg arra gondoltam, hogy ebből esetleg vihetnének is majd haza. Egy ilyen DIY programot kitaláltam, szintén a Vintides csomag egyébként sokkal nagyobb, mint amire számítottam. Szóval pont 6 darab, képzeljétek el, ahányan lesznek. Úristen, mit csinálok? Lampionok, színes lampionok, és arra gondoltam, amikbe lehet elemet tenni majd otthon mindenkinek, mert arra gondoltam, hogy ezzel csinálhatnánk ilyen festős, vagy inkább, hát inkább filctollal, ilyen ecset filctollal rajzolós izét, hogy mindenki csinálhatna egy saját bolygót ezekre, és aztán mindenki hazavihetné, és akkor otthon mindenkinek lenne mondjuk egy emléke, de hát persze itt sem olyan szép a dolog, mint amilyennek tűnik, mert csak vettem a Tigerben ilyen nyomdázót is hozzá, mert hát űrös nyomdázó, és akkor akinek nincs kedve festeni, az tud rá nyomdázni. Valószínűleg fogni se fog rá rendesen, értitek? Tehát az egész szar, de nem bírom. Nem bírom. Nem tudok túljárni a saját eszemen, értitek?